Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A MÁV Szimfonikus Zenekar nevében Székely Edit vagyok. Foglaljatok helyet, kedves zenészek! Azt gondolom, ezen a színpadon ritkán szerepel egy ilyen kis mini szimfonikus zenekar, ám azokhoz a zenékhez, amiket ma délelőttre válogattam, szükség van mindenkire, hogy színes, báli muzsikát játszunk. Idén nélkülöznünk kellett mindenféle társas vidámságot, mi ezzel a körülbelül egy órás válogatással szeretnénk megszépíteni a mai délelőttötöket. Mi is az a bál? A bál olasz eredetű szó, azt jelenti, hogy táncolni, illetve tánc. Az első írásbeli feljegyzések egy bálról 1358-ból származnak. Biztos, hogy előtte is táncoltak az emberek, de ez volt egy olyan esemény, egy mennyegző, egy királyi mennyegző, amit feljegyeztek már. Biztos vagyok benne, hogy királyi mennyegző révén csak főurak és családjaik vehettek ezen részt. Abban is biztos vagyok, hogy hatalmas lakoma volt, és csak meghívóval mehettek a vendégek. Ez a két utóbbi dolog a mai bálokra is jellemző. Tehát tulajdonképpen zárt körűek, meghívóval lehet részt venni egy olyan igazi bálon, és fogadás is van a táncok között. Ugorjunk 150 évet, még mindig Franciaországban vagyunk, és egy fontos változás van a bálokban. Medici Katalin, francia uralkodónő, bevezette az álarcot. Ugye ez egy nagyon jó dolog, mert tulajdonképpen inkognitóban tudunk maradni. Ez az álarc nem a mi idén viselt maszkunk, hanem egy olyan maszk, ami a szemet takarja el, nem a szájat. És ha újraugrunk 150 évet, és még mindig Franciaországban maradunk, elérkezünk 14. Lajos idejébe. 14. Lajos, más néven a Napkirály, egy táncos király volt. Láthatjátok, hogy gyönyörű ruhában festette le őt a mester, aki festette a képet, de a király ügyelte arra, hogy kivillantsa szépséges topánkáit, formás combjait, hiszen ő nagyon büszke volt arra, hogy milyen művészi színvonalon táncol. Udvarába színházi estek voltak, balettek, és nagyszerű zeneszerzőket hívott meg, akik a zenéket neki írták. Ezeken az előadásokon a király is szerepelt, táncolt, sőt, szerintem ővé volt a főszerep. Az ő udvarában élt és dolgozott, ebben a gyönyörű szép Versailles palotában, Jean-Baptiste Lully. Az első muzsika Lully zenéje lesz. Az egyik kedvenc történetem tanulmányaimból, amikor megtudtam, hogy Lully idejében, ugye még nem volt karmester, hanem a zeneszerző ott állt a zenekar előtt, és egy nagy bottal ütötte a ritmust, illetve konkrétan a tempótartás volt az ő feladata. És képzeljétek el, hogy az a bot, nem tudom, hogy miért kellett, hogy szöges legyen a vége, de egyszer csak Lully lábfejét átszúrta. És vérmérgezés lett a vége, és ebben halt meg egy óriási zeneszerző. Következzen tehát egy muzsika Lullytől, és megmutatom, hogy körülbelül hogyan is ütötte ő a ritmust.
Hajózzunk át Angliába. Szó szerint egy vízizene következik. A Temzén első György király 1717-ben egy zenés felvonulást, vízi felvonulást szervezett. Egyik hajón ültek a zenészek, hegedűsök, gambások, lantosok, fúvósok, trombitások, kürtösök, ugyanis nagyon színes a hangszerelése ennek a műnek. Egy óra hosszú a zene körülbelül, az eredeti teljes zene, három szvitt, három táncsorozat. Ebből mi csak egy darabot fogunk nektek eljátszani, és közben vetítek képeket. Azért érdekes, hogy egy kicsit azt a hangulatot megérezzük, hogy milyen ruhákban éltek ebben az időben az emberek. Vajon mekkora mozdulatokat lehetett ilyen ruhákban ejteni, megmutatni. Következzen tehát egy Händel muzsika. Köszönöm szépen. Most megint ugrás következik, újabb, legalább 100 év, és Bécsbe megyünk. Olyan zenét fogunk játszani, ami az újévi koncertekről nagyon ismerős lehet, ifjabb Johann Strauss muzsikáját.
Báli szezon nem csak ilyenkor van farsang idején. A naptári év jeles ünnepeihez is köthetődik bál. Gondoljatok csak a karácsony idején levő szilveszteri bálok, volt közben egy vesző, aztán szüreti bál, tehát sokféleképpen lehet ünnepelni, és sok nevet lehet adni egy bálnak. Van például ugye a gólyabál, amikor valaki elkezdi az iskoláját, van a szallagavató bál érettségi előtt, és sorolhatnám foglalkozások szerint orvosbál, jogászbál. A báli etikett az nagyon-nagyon fontos. Mint már említettem, meghívóval lehet bemenni, és gyönyörű ruhát kell viselni. Az első bálozók, tehát azok az ifjú hölgyek, akik először mennek bálba, először lesznek bemutatva a társaságnak, mindig fehér ruhát viselnek. Az is egy fontos szempont, hogy egy ruhát nem illik többször felvenni, nem illet, talán ma már máshogy van, mert megszólták volna azt a hölgyet, aki ugyanabban a gyönyörű selyem básony csipke csodában jelenik meg kétszer. Arra kértem az én kedves kollégáimat, hogy mutassák meg, hogy ők hogyan adják meg a módját ennek a báli zenének. Kedves lányok, álljatok fel és mutassátok meg, hogy ti is milyen gyönyörű báli ruhába öltöztetek. A hölgyek gyönyörű színes estéibe vannak. Így van, tapsot kérünk nekik otthon. És köszönöm, foglaljatok helyet. Most pedig az urak álljanak fel, ugyanis az ő viseletük, amit úgy hívunk, hogy frak. Gyertek, fiúk, mindenki mutassa meg magát, hogy milyen gyönyörű. Frak, nézzétek csak meg. Először is egy olyan kabát, aminek a lányok megtapsolták a srácokat. Szóval egy olyan kabát, ami hátul hosszú, aztán van egy, Marcin, láthatjuk, Marcin, olyan csinos vagy, hogy ne ülj. Szóval Marcin, van egy mellény is, fehér ing, fehér csokornyakkendő, természetesen fekete cipő. Tehát ez sok száz éve így dukál a bálokon, és tulajdonképpen a zenészeknek is ez a fellépő viseletek. Köszönöm szépen, nagyon elegánsak vagytok, uraim. Báli zene Johann Strauss-tól. Két művet játszunk egymás után, az első egy keringő, tavaszi hangokat címmel, remélem mindjárt meleg lesz, utána pedig a Terefere polka. Thank you.
Csak a magyar tánc az, mely sohasem járja a jó egészségnek semmi ártalmára. Mivel mérsékelve mozgatván bennünket, frissíti elménket, testünket, vérünket. Csak a magyar tánc az, mely díszesebbé teszi az embert, és soha hívságra nem veszi. Idéztem Csokonai Dorottya című alkotásából. Magyar táncról beszél, és következzen egy magyar tánc. Az operabálnak, illetve az újkori magyar báloknak mindig a nyitó tánca, ez pedig nem más, mint Erkel Ferenc Palotás című műve. Igen, beraktam ide még egy ilyen nagyon fontos kelléket, hiszen a bálokba a hölgyek
megkapták a táncok sorrendjét, és mindig a jelentkező ifjak közül válogathattak, hogy kit melyik táncra írják be. Aki a keringőt kapta, az nagyon-nagyon elégedett ifjú lehetett, és számíthatott valami folytatásra a jövőben. Itt láthatjátok Erkel Ferencet, hát úgy látom elég sok gond és búnyomasztotta, de egy vidámabb háttérre váltunk, és következzen a palotás, melyhez végre táncot is láthattok. Két csodálatos művész segít nekünk abban, hogy ünnepélyesebbé tegyük ezt a mai délelőttet. Köszönjük szépen! Imádom ezt a táncot, és őt nagyon-nagyon szívhez szólóan táncolták nekem. Nagy öröm volt. Képzeljétek el, ahova én jártam iskolába, az volt általános iskolába, az volt a szokás és hagyomány, hogy a nyolcadikosok mindig palotást táncolnak. Remélem, hogy sok ilyen iskola van, és tartják ezt a nagyon régi táncot, mert ezekkel tudjuk átörökíteni tulajdonképpen a múltunkat, a jelenbe. Ezek nagyon jó támogató, megtartó dolgok. Magyar zeneszerző jön újra. Egy elfelejtett magyar zeneszerző. Úgy hívják, hogy Széchenyi Imre, a nagy Széchenyi István unokaöccse volt. Diplomata volt, politikus volt, országgyűlési képviselő, nagykövet,
Tehát járta a világot, és amellett ő volt a magyar keringő király. Itt láthatjátok a képét, ugyanis a Más Szimfonikus Zenekar fölvette, ha jól emlékszem, 18 művét. Ebben vannak keringők, polkák, mazurkák, nem is tudom még mik. És végre itt a lehetőség, hogy ti is megismerjétek Széchenyi Imre munkásságát. Következzen a Polka Hongroáz. Kiegyezés után divatja lett annak, hogy díszmagyarba, magyaros öltözetbe öltöztek a bálozók, ezzel is jelezve a hovatartozásukat. És maradunk még egy magyar muzsikánál, legyen végre csárdás. Weiner Leó, a zeneszerző, és jó alapos csárdás a mű címe. Mindenki próbálgassa, legyen olyan kedves odahaza a képernyő előtt a csárdás lépéseit. Elindulunk jobbra, lép, zár, lép, zár, visszafordulunk, lép, zár, lép, zár. Aki ügyesebb, még egy kicsit így
hogy is mondják ezt szakszóval, szóval ilyet is csinálhat. Tehát lehet benne egy kis ilyen rugó. Nem, rengeteg neve van, de nem bírtam megjegyezni. Szóval, ha nem akarsz felállni, még a székbe is kipróbálhatod, hogy rakosgatod a lábaidat. Jobbra kettőt, balra kettőt. A 20. században is írnak keringő muzsikát. Az egyik nagyon híres következik, Sosztakovics keringője. Nagyon népszerű filmekben lehet hallani, és szalagavatókon is.
én ezt még fél óráig el tudtam volna hallgatni. Szeretnék nektek játék ötletet adni. Tartsatok otthon a hétvégén egy bált. Díszítsétek fel a lakást fényekkel, díszeket is lehet alkotni. Írjatok meghívót, maximum 10 embert hívjatok meg, természetesen vigyázunk egymásra. Adjatok nevet a bálnak. Mondjuk, ha te Kovács Marika vagy, akkor legyen ez a Kovács bál. Vagy hívhatjuk ezt szombati bálnak, teljesen mindegy. Csak legyen valami formája, adjuk meg a módját. Anyát kérd meg, hogy legalább 7 fogásos vacsorát készítsen, hiszen a bálokban ez volt a szokás. Nem ritkán még 14 fogás is volt, de hát azért ne essünk túlzásba. És tudjátok, mire van még szükség? Eddig meg sem mutattam. Legyezőre. A hölgyek mindenképpen használták a legyezőt, külön legyező nyelv is van, tehát, hogy éppen melyik részét takarja el a hölgy, vagy összecsukja és megmutatja az arcát, ezerféle dolgot jelentett, szóval legyezőre is szükségetek van. Az urak öltözenek fel minimum öltönybe, ha smoking és frak nincs otthon, a lányok és hölgyek pedig vegyék fel a legszebb ruhájukat, legyen ünnep ez a mai nap, vagy a holnapi. Bálozzatok. És akkor következzen a búcsú muzsikánk. Harry Potter Yule Ball című részre fogunk most táncolni. Én nem, csak a két nagyszerű művészünk, akiket végre be is mutatok. A hölgyet Lázár Anna Dórának hívják, az úriembert pedig Bíró Mártonnak. Fogadjátok szeretettel a Yule Ball keringőt. Köszönjük a figyelmeteket, jó szórakozást!